újra elmondhatják a hatvani lakosok a véleményüket. A gyerekek betekinthettek a szerkesztőség kulisszái mögé. 60-ban egyre népszerűbb az akrobatikus rock and roll. Köszöntöm a 60 televízió nézőit, ez a híradó, Fekete Gábor vagyok, mondom a részleteket. Újra széleskörű párbeszédet indít a 60-i Városvédő Egyesület, ismét lesz 60-i konzultáció, jelentette be Horváth Rihárd polgármester. A város vezetője hozzátette, hogy kikérik a lakosok véleményét arról, hogy egyetértenek-e azokkal az irányokkal, amelyeket még válságban is kiemelten fontosnak tartott a város vezetése. Az éveket papíralapon és a 60ikonzultáció.hu weboldalon is ki lehet majd tölteni. Ismét lesz 60-i konzultáció. A 60-i Városvédő Egyesület legutóbb 2017-ben indította el ezt a kezdeményezést a városban. Ezt megelőzően még sohasem volt ilyen széleskörű párbeszéd a településen. Az első konzultáción több ezren vettek részt és mondták el véleményüket. Az eredményeket pedig a városvezetés beépítette munkájába. Azóta a 60-iak rendszeresen elmondhatják, mit gondolnak a város működéséről és a jövőjéről. A közösségi költségvetés során például kifejezetten a helyi lakosok javasolhatnak projekteket, amiről szavazhatnak is. Mi vagyunk az első városvezetés, amely meghonosította a párbeszédet a 60-iakkal, hiszen nekünk az egyik alapelvünk az, hogy mi közösen együtt döntünk. És erről szólt az első 60-i konzultáció is, erről szól a közösségi költségvetés is, és most az újabb 60-i konzultáció is erről szól. Az elmúlt időszakban nagyon rövid idő alatt nagyon komoly változások történtek az életünkben. A város életében is, és a saját életünkben is. És sosem gondoltam volna, hogy egy 3 évet tartó válságmenedzsmentről kell beszélnünk, hiszen 2 év Covid után jött a háború, és jött vele minden, amit előtte el sem tudtuk képzelni. A második 60-i konzultáció során 8 kérdésre válaszolhatnak majd a lakosok. Azokra az ügyekre és értékekre kérdeznek rá, amelyeket kiemelten fontosnak tartott a városvezetés a válságban is. Téma lesz egyebek mellett a gazdasági stabilitás, a biztonság költségvetése, a városi fejlesztések, a 60-iak bevonása a várossal kapcsolatos döntésekbe, a környezetvédelem és a karitatív segítségnyújtás is. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a 60-iak mit gondolnak ezekről a helyzetekről, mit gondolnak a válságban adott válaszokról, és hogy az hogyan érinti az életüket. És úgy egyáltalán mit gondolnak a városról. Hiszen az elmúlt időszakban ez a város rohamosan fejlődött, büszkén állítom, hogy soha ilyen szép, rendezett nem volt ez a város, és azt gondolom, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Ugyanakkor viszont a 60-i Városvédő Egyesület tagjai, és én személy szerint is kíváncsi vagyok arra, hogy a 60-iak mit gondolnak a városról, és mindarról, amit az elmúlt időszakban tettünk. A 60-i Városvédő Egyesület tagjai minden háztartásba juttatják a konzultációs íveket, ezután pedig újra felkeresik a 60-iakat és összegyűjtik a lakosok véleményét tartalmazó dokumentumokat. A városban folyamatosan standolnak majd a szervezet tagjai, így ezeken a pontokon ki lehet majd tölteni a lapokat. Emellett online módon is lehetőség lesz részt venni a konzultációban a 60ikonzultáció.hu weboldalon. A 60-iak véleményét felmérő akció május 8-án indul és május 28-áig tart. Fennállásának 25. évfordulója alkalmából gyerekeknek rendeztek nyílt napot a 60 TV-ben. A gyerekek megismerkedhettek a szerkesztőséggel, beleláthattak, hogy milyen feladatai vannak az itt dolgozóknak, és ki is próbálhatták azokat. Mindezek mellett csillámtetoválással és drónbemutatóval is készültek nekik. Jó estét kívánok! A nevem Pintér Nóra. És a 60-i TV-ben ülök. Óvodásokkal és iskolásokkal telt meg a 60 TV szerkesztősége. Fennállásunk 25. évfordulója alkalmából nyílt napot szerveztünk az érdeklődőknek. A gyerekek különböző állomásokat látogathattak meg, ahol betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, hogyan telnek a mindennapok a Madách utcai épületben. Kipróbálhatták egyebek mellett a híradós felkonferálást, amit adásrendezőnk rögzített és tévére vetített. Összesen 500 kilométert tesznek meg. Az útvonal Magyarország legszebb városain keresztül vezet majd.
A gyerekek beülhettek ezen kívül a stúdióbeszélgetések helyszínére is, ahol főszerkesztőnk avatta be őket az adásfelvétel részleteibe, és rögtönzött kommentármagazin is készült. Egyesével válaszoljatok, körbe lehet adni a mikrofon. Az interaktív programokon kívül a csoportoknak bemutattuk a korábban használt technikákat és eszközöket, emellett folyamatosan vetítettünk régi válogatott műsorokat. A szerkesztők szobájában pedig csillámtetoválást készítettünk a kicsiknek a 60 TV logójával. Megnézhették ezen kívül, hogyan születik egy cikk a 60-i hírlapra, és azt is megtudhatták, hogyan állítunk össze egy híradós anyagot. Itt a híradósok képre írunk, tehát leírjuk, hogy mi történt, hogy mit láttunk. Az udvaron is folyamatos bemutatókat tartottunk. Közelebbről megismerkedhettek a daruval, ami nagy rendezvények elengedhetetlen eszköze. Megnézhették, hogyan működik, és ki is próbálhatták azt. Valamint megmutattuk nekik drónunk működését, hogyan készülnek ezek a felvételek. A felállított fotófal előtt pedig meginterjúvolták egymást a kicsik, valamint itt születtek csoportképek is. A gyerekek élvezték a programuk, többüktől kaptunk visszajelzést, hogy riporterek, újságírók vagy operatőrök szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. Természetesen a vendégkönyv sem maradt üresen, a kis látogatóktól ugyanis bejegyzést kértünk, így nem csak nekik lesz emlék, hogy nálunk jártak. Területi bajnokságon vettek részt a Fortuna Táncsport Egyesület csapatai. Hevesen a Virágok és a Mátrix elnevezésű csapatok harmadik helyezést értek el a megmérettetésen. A lányok heti 3 alkalommal gyakoroltak az év első versenyére. Vasas Kinga, a Fortuna TSE edzője rendszeresen tart 60-ban akrobatikus rock'n'roll órákat. A foglalkozások a teljes testet igénybe veszik, valamint fejlesztik az ízületi mobilitást. A tánc egyesület tagjai gyakran vesznek részt különböző megmérettetéseken. Az elmúlt hetekben területi versenyen bizonyították tudásukat. A hevesen megrendezett pontszerző bajnokságon 2 60-i csapat is indult, children, illetve serdülő kis formációs kategóriában, melyben a versenyzők harmadik helyezést értek el. Az első versenyen nagyon izgultam, és hát igazából jó, meg hogy elmegyünk, és akkor így izgulunk, hogy sorra kerülünk, letáncoljuk, aztán ott várjuk, hogy mi lesz az eredmény, és ott így állunk, és akkor mindig így szurkolunk, így összeölelkezzünk, hogy akkor most dobogósok leszünk, és minden, és ez olyan nagyon jó érzés, amikor kimondják, hogy dobogóra kerültünk. Leginkább az ilyen akrobatikai mozdulatokat szeretem, mert nekem nagyon jó, mert úgymond akkor így felszabadulok, meg így kitisztulok, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot. Vasas Kinga elmondta, azt tapasztalja, hogy 60-ban egyre népszerűbb ez a sportág. Ha valaki szeretne versenyezni, akkor ezt legideálisabb ilyen 4 és 6 éves korban elkezdeni ezt a sportot. És ők is vannak a legtöbben jelenleg, és szerencsére most elég népszerű, úgy látom, hogy egyre többen jönnek, és kíváncsiak, hogy mit csinálunk mi itt. Köztudott, hogy a sportnak jótékony hatása van. Igen, lelkileg is szerintem egy feltöltődés, illetve az agyműködésnek is nagyon fontos, erősíti az immunrendszert, az izomzatot, tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a heti 2-3 edzés, ez kellene minden gyerkőc életében. Hozzátette, a foglalkozásoknak közösségformáló hatása is van, ugyanis az órákon gyakran alakulnak ki új barátságok is. A Fortuna Tánc Sport Egyesület már készül az újabb megmérettetésre. A Virágok és a Mátrix elnevezésű csapatok május 13-án újabb területi versenyen mutatkoznak be. Kreatív dekorációs technikákkal készíthetnek tavaszi ajtódíszt az érdeklődők a Grassalkovics Művelődési Ház szakemberei segítségével május 8-án 17 órától az Ady Endre könyvtárban. Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött. A Manufaktúra kézműves sorozatban üvegfestőalkotó műhelyre hívják az érdeklődő iskolás gyermekeket, szülőket és az időseket a Turai Művelődési Házba. Anyák napja alkalmából falra, ablakba felfüggeszthető képeket csinálhat bárki május 6-án
reggel 9 órától. Csütörtökön a napos gomoly felhős időben helyenként alakulhatnak ki gyenge záporok. A maximumok csütörtökön 18 és 22 fok között alakulhatnak. Pénteken nem lesz zavartalan a napsütés, délután 18 és 23 fok valószínű. Szombaton előreláthatólag esőre, záporra lehet majd számítani. Az ország nagy részén 20 fok feletti maximumokkal számolhatunk, csak a csapadékosabb tájakon lehet majd hűvösebb. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink, most a mesepercekben a mese a Csirió Mókuskáról című mesét hallgathatják meg a gyerekek, ezt követően az egyházi műsorunkban dr. Tatai István református lelkész beszél a bibliai emberképről, majd a hatvanikumban az Azurro pizzériát és éttermet ismerhetik meg közelebbről. Adásainkat pedig visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és a Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60hírlap.hu weboldalunkon. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!